Na szóval, sziasztok emberek! A mai streamben megnézem a Pamkutya mobiljátékot. Itt fogunk játszani így telefonon keresztül, de mindent látni fogtok meg, remélhetőleg hallani is. Megnézzük előtte a videót. Elvileg 24 óra alatt hoztak létre egy mobiljátékot, egy platformer játékot. Feltételezem, hogy rövid, de remélem, hogy van benne valami kreativitás. Én még nem próbáltam a játékot, kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak ki ebből, meg hát nyilván azért, mint elég nagy mobiljáték fan, marasokat játszok mobilon, meg mindent szeretek kipróbálni. Érdekel ez egyébként engem is az a gondolat, hogy egyszer csinálni a saját játékot. Szóval sziasztok emberek, meg fogjuk nézni gyorsan ezt a videót. Hát 17 perc, szóval lehet, hogy lesz nekem ez fél óra. Sziasztok! Ebben a videóban megkísérlünk egy olyan dolgot csinálni, amit még sosem próbáltunk ki. 24 óra alatt szeretnénk csinálni egy saját játékot. Itt több szempont is érdekes. Az egyik az, hogy nyilván, hogy nagyon sok 24 órás videót láttunk, ami feltűnően nem 24 óra alatt történt meg. Tehát érdekel az, hogy hogyan fogják az időt bemutatni, az idő múlását. Egy 17 perces videóban hogyan mutatják meg a 24 órát, mennyire lesz ez trackkelve. És a másik pedig az, hogy maga a játék elkészítéséhez vettek egyébként bármilyen segítséget, vagy honnan tanultak meg játékot fejleszteni hirtelen. Tényleg nagyon fontos, hogy semmi tapasztalatunk nincs, viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire bonyolult nice. From scratch. 23-ban egy mobiljátékot létrehozni. Tényleg mi fogjuk csinálni a program? Hát figyelj, én azért már láttam pár mobiljátékot, amiben szerintem sok bonyolodalom nem volt, szerintem egy féllábú majom össze tudná rakni, de remélhetőleg ők valami komolyabbat terveztek. Egy elég egyszerű játékot képzeltünk el, nagyjából úgy képzeljétek el, mint a Super Mario-t, tehát egy ilyen kis figura, akik majd mi leszünk, azzal halad... Mármint a Super Mario Brothers-t. Ugye? Ez egy pályán, lesznek ellenségek, néha ugrálni kell, le lehet majd zuhanni, hát tudjátok meg ebből, hogy megy ez. Ugye a fő probléma a mobilos játékokkal, hogy egy érintőképernyőn kell ezt irányítani, és hát az érintőképernyő az nem a legprecízebb módja egy platformer játék irányításának, szóval itt már alapvetően egy elhibázott gondolatról van szó. Nyilván lehet ezeket a mobilos platformereket is játszani kontrollerrel, hogyha rácsatlakoztatsz valamit, ami kompatibilis vele, és úgy általában jobban működik, de ezért ezek nem a csúcsélmények szoktak lenni mobilon, és rengeteg kacati, én is milliót bemutattam ilyen szarklónokból. És tudjátok, hogy mi az, amiről már rengeteget beszéltem, de úgy látszik, hogy sohasem unom meg? Ha persze, hogy tudjátok, ez nem más, mint a csatorna és a videó támogatója, a Surfshark VPN. A Super Osbard Brothersből is szívesen csinálnék egy nagyon lendületes promót, csak hívjatok, srácok! Üdv az ókori Egyiptom világában, ahol a szörfözés még nem volt divat, de az adatvédelem már akkor is égető probléma volt. A Surfshark egy olyan VPN szolgáltatás, aminek segítségével az IP címed, a böngészési előzményeid, de még a torrent letöltéseid sem lekövethetőek. PC-n is, meg mobilon is, és mindezt egyetlen előfizetés áráért. Hát nem király! Ez pontosan azt jelenti, hogy akár az egész családod bejelentkezve lehet az összes készülékéről egyetlen Surfshark fiókkal. Az sem számít, hogy épp az egyiptomi piramisoknál vagy a kanapé heverve használod. Meglepődnétek, hogy hány szerverük van a világ összes táján, és a sebességükre még a dökkeséjük is irigykednek. A Surfshark-kal megváltoztathatod, hogy éppen honnan jelentkezel be az internetről, aminek segítségével a korábban elérhetetlennek hit tartalmak, vagy régió blokkolt tartalmak is elérhetővé válnak, legyen az a Netflixen, az HBO Maxon, a Disney Pluson, vagy mondjuk a YouTube-on. Nem beszéltem még a Surfshark One-ról, ami a Surfshark egy önálló bővítménye, aminek segítségével a gonosz téged lenyomozó lekövető reklámokat is távolthatod magadtól, emellett segít vírusmentesen tartani az eszközeidet, és valós idejű védelmet is nyújt. Mondj te is nemet az adathalászoknak és a robotevéknek, és válaszd a Surfsharkot! Uramisten, egy roboteve! Ez a titkosítás erősebb, mint a szfinxeké, hogy még a gonosz fáraó se lássa, hogy mit csinálsz az interneten. Honnan érdekel ez a sok fag? Ami a legjobb az egészben, hogyha nem tetszik a szolgáltatás, akkor 30 napon belül le is mondhatod, és vissza is térítik az árát. Hogyha eddig csak gondolkoztál, de ki szeretnéd próbálni, akkor most egy exkluzív ajánlat keretein belül a Black Friday-nak köszönhetően akár 6 ingyen hónapot is kaphatsz, hogyha leírásban található linken keresztül a Bálna kódot használod. Köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek, hogy támogatták ezt a videót, most pedig akkor térjünk vissza az Osbá testvérekhez. A lényeg még, hogy ezt a videót a Samsung támogatja, és azon belül is a Galaxy Z Fold 5, úgyhogy ezen fogjuk tesztelni a játékot, miközben fejlesztjük.
Hát ez oké. Igazából, de ez a jó, amikor egy szponzor ad neked pénzt, meg lehetőséget, és te igazából nem azzal foglalkozol, hogy ők mit akarnak, hanem csak így igénybe veszed, felhasználod magát a lehetőséget arra, hogy valami kreatívat hoz létre. Ez nekem szimpatikus ideig. Tehát 24 óránkor összerepni a játékot, és igyekszünk mind a ketten jól összedolgozni. Én fogom csinálni főleg a programozás részt, a Márk pedig a grafikai és talán a hangokat is ő fogja majd összeállítani. És mivel egyszerre kell dolgoznunk is, és közben kameráznunk is, emiatt lehet, hogy kicsit káoszosak lesznek a felvételek, de hát haladnunk kell, úgyhogy pörgetni kell, csinálni kell. Az káoszosak a tervem, hogy a grafikának egy ilyen kicsit ilyen old school játék hangulatot adnék. 16 bit. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Vagy ők nem nagyon tudnak is szakmailag ezt hozzászólni. Eljutottam ide. Kitőd a játék. És mivel, hogyha elfogy a lőszeret? Hé, nem sérült. Ezt figyeljétek. Ott van, hogy egy élete van. Most ér hozzá a töltény. Vagy most, telibe. Ja, most két élete van, várja, több lett az élet. Akkor erre nem figyel. Hát itt nem sokat kellett csinálni. Yes! 6 perc, 7 másodperc! Kicsit a hetet furcsán íredesen, és nem bírtam megoldani. Elájulok, milyen nehéz volt ez az egész. Teljesen meg vagyok őrülve. 6 perc 7. Ez volt a leggyorsabb időm, és kb. 6-szor, vagy 7-szer, vagy 10-szer próbáltam meg. Hát 30 percig megállás nélkül, 30 perc, volt ez 10 is. 29 igen. Perc. Pusztítóan nehéz. De megcsináltam. Győzzetek le, ha tudtok. Én elég magabiztos vagyok, mert rengeteget teszteltem szintén én is, de hát meglátjuk, hogy most élesben lehet, hogy az adrenalin az erősebb lesz. Megláthatod, hogy a tesód az hogyan szenvedett vele. Köszönöm, hogy engem választottál! Kalandra fel! Oh shit! Meghaltam. Sok ilyen ember. Áfron! Jó. Ez az! 3.43! Világrekord! Szuper Osmán Brothers, man! Ez az! Sikerült legyőzni. Úgyhogy ez lett a végeredmény, 24 óra munkával így ketten ezt a játékot tudtak összehozni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azt hittem, hogy nehezebb lesz egy kicsit. Tehát, hogy egy elég komplet játékot össze tudtunk rakni, úgyhogy teljesen kezdők voltunk, úgyhogy az a lényeg, hogy bele lehet ebbe vágni. Én azt gondolom, hogy ha titeket is érdekel ez az egész. De hát bele kellett volna tenni egy csomó mikrotranszakciót, hogy egy csomó pénzt pumpáljátok bele, meg reklámokat. Minden egyes halálnál egy ilyen hármas reklámsorozatot simán végig kell nézetni az emberekkel, és hát úgy kell jó játékot csinálni, nem? Na, és akkor visszatérve az időre, a Márk ideje egészen hihetetlenül jó. Próbáljátok meg megdönteni, de a lényeg egyébként, hogy az időtöket, a legjobb időtöket screenshotoljátok le, és küldjétek el nekünk, mert aki a legjobb időt megy a következő egy hétben a videó megjelenésétől számítva. Úristen, akkor még benne vagyunk? 6 nappal ezelőtt. Úristen, ez az utolsó előtti nap. Meg lehet dönteni. Egy Samsung Galaxy Buds 2 fülhallgatót. Úgyhogy mindenképpen megéri. Ha ezt le tudjátok győzni, az meg külön jutalom lesz. Hát akkor megnézzük a videót. Az, hogy hogyan készült a játék. 3.43 a rekord, amit meg kell dönteni. Akkor én is ki fogom próbálni a játékot, és megnézem, hogy sikerül-e nekem megdönteni a cuccot. Super Osmán Brother! Na jó, valószínűleg ezt sokszor fogjuk látni. Jó választás! Nézzük Norbit. Hát ő az ügyesebb. Menjünk azonnal. Storm the front! Ez meg mi a franc? 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 Nem tudom, hogy mit nézek. Inkább nézem a telefonomat. Ez meg mi a franc? Nem tud hátrafordulni a karakterem. De akkor inkább nézem a képernyőt, csak így lehet, hogy mellé fogok nyomni párszor. Ez meg mi a franc? Ezt le kéne lőnöm? De nem bírok mozogni. Oké, easy. What? Erre visszacsúszok. Hát ezek meg micsodák itt repülnek? Hát ezek meg micsodák itt repülnek? Oké, itt kemény platforming lesz, itt inkább nézem a telefonomat. Aha, oda-vissza. Ezek meg micsodák itt repülnek? Nem ugrott! Kurva érintő képernyő, bazzeg, ezért jön nézni az a játék. Super Osmán Brother! Ne! Jó. Hát ezek meg micsodák itt repülnek? Ne, beakadtam. Extra élet. Jó, van 40 lőszerem. Extra élet nem tudom kell. Jézus, amilyet még nem láttam. Jézus, amilyet még nem láttam. Ki kéne nyírni? Pazaroltam egy csomó lőszert. Ez meg mi a franc?
Ezek meg micsodák, itt repülnek. A madarakat nagyon könnyű kinyírni. Végre egy kis töltény. Oké, extra... Bászik, nem ugrik. Hú, ez az irányítás. Hát ezek meg micsodák itt repülnek. Végre egy kis töltény. Végre egy kis töltény. Jézus, amilyet még nem láttam. Jó. Hey! Mennyi volt a rekord? 2.43 vagy 4? Gyerünk, menj Norbi! Végre egy kis töltény! Ez meg mi a franc? Hát ezek meg micsodák itt repülnek! Lehet nem kéne mindenkit kinyírni, de nagyon sok töltényem van. Ezek nem micsodák itt repülnek! Anélkül meg életet veszítenék, szóval így jobb. 3.43 a rekord. Végre egy kis töltény. Ezek meg micsodák itt repülnek! Istenem, ezek a hangeffektek kinyírnak. Nem bírok ugrani! De szar! Better than kontra. Meghalok olyan rossz. Jó választás. Nagyon rossz az irányítás. Kegyetlen szörnyű. Ugrani. Nem bírok ugrani! Madarak! Ez nagyon fáj. Szar! Ha? Takarodj! Ez nagyon fáj! Madarak! Madarak! Ez nagyon fáj! Ez például miért játszotta be többször is? Hát ezek meg micsodák itt repülnek! Aha, jó. Akkor itt muszáj kivárnom. Mitől sérültem? Lelőttem az ellenfelet, de átmentem rajta. Ettől sérültem. Ó! Házott egy múmia? Ez nagyon fáj! Elcsesztem volna. Pro! A másik karakterre vissza lehet innen ugrálni, ezzel meg nem. Oké, ez szörnyű volt. Mi? Ez nagyon fáj! Jól látom? Elveszettem így egy életet? Ha belefutsz egy ellenfélbe, amit már kilőttél, ugyanígy meghalsz. Hoppá, egy kis plazma, És mi van? Na ez egy nagy fáraó. Hogy merészelsz feljönni a piramisom tetejére? Most bosszút állok rajtad. Oké. Nem! Másik egy életem van! Fuck! Ez nagyon fáj! Itt be kell lákkolni. Másik egy életem van! Nem lehet! Ez nagyon fáj! Az meg, ez nagyon rossz! Egy életem van! Bro! Ez nagyon fáj! Miért van ilyen retek sok élete? Respekt, hogy egy nap alatt csinálták meg minden, de nagyon rossz. Nem tudok hova ugrani. Ez nagyon fáj. Szerintem a végleges patchen ezen valamit mókoltak. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez... Ez így valakinek elsőre sikerül. Már csak egy életem van. Nem, tehát az irányítás maga annyira szar, hogy nem tudok egyszerre lőni, ugrani és még jobbra-balra menni. Akkora feje van a csávónak, hogy mindent beszapok vele. Kár, hogy nem lehet googolni, semmit nem lehet csinálni. Van, ahol jobban sebződik? Nem.
Nézek egy csomószor, el sem megy odáig a töltény. Na most pont jól jött ki. Az fog megölni. Tudtam, hogy az utolsó fos meg fog elni. Egyszerűen üvölteni tudnék, annyira rossz irányítása van. Kisebb karaktermodell kéne sokkal, akkor meg lehetne könnyebben csinálni, hogy asszatóbb lenne. Így most megint, most mákon van, egyszer sért. Na most kettő. Kettő hozzáért így. Nagyon vacak. Ez nagyon fáj! Ezt nem akarom elhinni. Na, micsoda egy speedrun lesz ez? Lassan megvan a 15 perc is. Nagyon jó. Új, de szar ez! Ki akarom a telefont az ablakon körbe, ott tartok. Jaj, de szuper, hogy hozzáért a homlokomhoz! Ez egy 24 órás live, amit mondtam már. Barnit kell irányítani. Megint átment ilyen locsoló hangba. A lövölde. Hát köszönöm, már ott tartok, hogy feladom. Nagyon szar. Megnézek valakit, aki végig játszotta. Lőj már! Nem áll, hogy azt hozzám ér. Jaj. Ez nagyon fáj. Semmi kegyelem. No mercy. Elképzelünk, hogy a kis pamkutya rajongók ezt játsszák. 17 perc. Adjuk fel, mert konkrétan az agyam felforr ettől. De főleg azért, mert nagyon rosszak a hangok, és nagyon hangos, és nagyon fáj tőle a fejem végig, de akkor megnézzük a Let's Have Fun, azt hiszem ő csinált róla videót, mintha láttam volna, hogy ő hogy döntötte meg a rekordot. Lőni kell simán, és figyelni ezeket a piros pontokat, és akkor arra kell még figyelni, hogy jól célozzunk. Tehát itt volt, azt hiszem, hát másfél másodperc, amíg itt felül lőttem, az semmit nem talált el. Valahogy úgy nem figyeltem arra, hanem a piros pontokra. És nem a célzásra. Itt megint egy kicsit látod, itt egy kicsit megint, amikor olyan magasra felvisz, hogy ott nem teljesen figyelek, de ettől függetlenül szerintem egész jó. Bro! Ezek tuti, hogy mókoltak azóta a játékon. Rohadtul nem ilyen gyorsan ment le az életen nálam. Még nem sebződtem, és a nagyobb fájt egy csomó ideje. Nem. Szerintem nekem lassabban, hogy tessék, már végem van. Akkora arca van pamputya Márknak, hogy minden egyes piros golyót beszippant. Tessék. De jó. Ez nagyon fáj. Már csak egy életem van. Szerintem ez lehetetlen. Ez nem lehetetlen. Egyszer biztos be tudnám lákkolni valahogy, de amit itt ő lenyom... Simán, és figyelni ezeket a piros... Nézzetek meg, hogy megy le az élete. És akkor arra kell... Sokkal gyorsabban megy le az élete, viccelsz? Hát kb. Fele annyi élete van. Tessék, spréjelek. Megint nem lövök el odáig. Nem, ugorj már! Már csak egy életem van! Sikerül? Super Lushpad Brother! Jó választás! Induljunk! Nekem már magától kiválasztja a karaktert, elindul a játék, úgyhogy hozzá se értem, láttátok. Elsőre igen. Azért sem fogom előről kezdeni, hogy jobb időt érjek el, mert
full szerencse az egész szinte láttam. De nem tudom, mennyi skill volt benne. Annyira nehéz irányítani, olyan, mint hogyha nem is tudom, megpróbálnál lemenni egy létrán, úgyhogy mind a két lábad el van törve. Körülbelül. Tehát, hogy annyi időt vesz igénybe, és bármelyik létrafok egyébként leszakadhat. Kíváncsi vagyok, hogy tablet, mert ők ugye egy ilyen, kb. Ilyen tablettelefonnal, ilyen kinyitható telefonnal játszották, és felrakom Kada tabletjére is azt a programot, amivel meg tudom nektek mutatni, hogy milyen ugye játék. Így más? Jézusom, így teljesen más. Ha? 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 Jól látom? Az ott egy múmia? Ha? Jó, igazából sokkal könnyebb irányítanom, mint azon a kisebb képernyőn. Egyébként nem szoktam tableten játszani ilyet. Kis plazmám isten, egy robot ebben. Skillbase játékot, mert olyan nehéz a kezedbe fogni egy tabletet. Na ne! Ja, hatalmas eszköz. Hoppá, egy kis plazma. Ha? A legvége. Ha? Ha? Hoppá, egy kis plazma. Ha? Hoppá, egy kis plazma. Ha? Easy, 3 perc. Na ez egy nagy. Nézzük a legvégét. Uha. Köszi. Jaj, meghaltam. Így már átlövök mindenem. Gond nélkül. Már csak egy életem van. Tessék, itt a rekord. Ki tud az így? Játékot játszottam ezzel, mert telefonon 20 percbe telt. Itt meg 3 perc, 30 másodpercbe. Más a játék a telefonon, meg a tableten valahogy. Mennyi volt? 3.33, és az ő rekordja pedig 2.46. Ja, hogyha elsőre sikerül, meg gondolom még optimalizálom a mozgás valamennyire, akkor még annál is lehetne gyorsabb. De ja, tableten teljesen más játszani vele. Valahogy mobil készüléken, aminek ez a 16x9-es vagy 18x9-es képaránya van, máshogy viselkedik a játék. Máshogy működik, nem tudom, hogy jobban elmondani. Amire optimalizálták, az egy olyan aspect ratio, amilyen telefonja nem sok embernek van, és a tablet hasonlít hozzá legjobban. Így tableten elfogadható volt, de nyilván már nagyobbak voltak a gombok könnyebb is volt ugrani, és a végén sokkal könnyebb volt a boss. Tehát a végén a boss az valahogy hamarabb halt meg. Nem tudom, meg könnyebb volt elmozogni. Egyszer legyőzött, és utána meg kinyírtam neki az elsőre meglett, és gondolom jobban próbálgatt, optimalizálta az időket. 2.46 az egész jó. Én nekem basszus több mint 40 másodperce rosszabb időm volt. Na mindegy. Szóval ez volt a Pamkutyáik játéka, bebizonyosodtak itt dolgok, például az, hogy ezt a játékot mobilon ne próbáljátok meg, hogyha nem akartok agyrákot kapni. Tableten el lehet vele lenni, ki lehet játszani. Nem lett túl jó, mint játék, de maga a projekt az tetszett, érdekes volt. Szerintem mindenki, aki egyébként valahol gondolkozott azon, hogy kedvet kap játék készítéshez, akkor itt volt neki egy ilyen kis ugródeszka motivációnak, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, és nagyon értékelendő a srácoktól, hogy egy ilyet megcsináltak, és hogyha ehhez szponzor kellett, akkor szponzor kellett, szerintem ez egy jó integráció volt. Én örültem ennek a kezdeményezésnek, amit csináltak, a videó is jó volt, a játék az nem lett jó, de nem is nagyon lehet elvárni. Egy full kezdő cuccol, amit kb. 24 óra alatt kitoltak magukból, és hát egy olyan műfajba csináltak a játékot, ami alapból nem annyira mobil kompatibilis. Úgyhogy érdekes volt az egész élmény, de azért többet nem játszanék vele. Köszönöm szépen a csatornatagoknak az állandó támogatást, hogy minden hónapban 400 forinttal támogatják a Benszült Bálna működését. Köszönöm szépen a Surfshark VPN-nek, hogy támogatták ezt a videót is. Ne felejtjétek el, Black Friday akció van, 6 ingyen hónapot kaphattok, hogyha a Bálna kódot használjátok, link a leírásban. És ne felejtjétek a legfontosabb dolgot, vigyázzatok magatokra, és vigyétek a ceteket. Sziasztok!